Akkor most véget ért a szünet, most pedig megkérem az asszonykórust, hogy felálljanak a színpadra, és énekeljék el az isaszegi dalcsok, népi dalcsokot, amivel készülnek. Csatatánc együttestől fogunk látni egy cigánytáncot. Így felforrósodik a levegő, hogy kérem a táncosainkat, fáradjanak a színpadra. Thank you.
fogadják a szeretettel ezt a fájdalmat. Ezután a szép dal után átadnám a szót versenyszínész Iki Évának, a Csaszegi Népi Hagyományi Alapítványnak az elnökének. Isten éltesse az is a Csaszegi asszony kórust, Isten éltesse azokat is, akik még közöttünk van, és nagy boldogság járja át a szívemet, hogy vannak még a régi tagok közül, és nem csak filmben és filmen láthattuk őket, hanem itt vannak velünk együtt. Én 1990 óta kísérem az asszonykórus életét. A kísérem azért az azt jelenti, hogy szerveztem is. Tehát azt hiszem, hogy az életük része voltam, és vagyok, és valahogyan a Jóisten úgy segített, hogy a Covid alatt 2020-ban, vagyis 20-tól, az Átjáró című könyvet meg lehetett alkotni a Művelődési Otthon munkatársainak a segítségével és az Értéktár Bizottság tagjainak a segítségével, amelyet ezúton is köszönök, és azért mondom ezt el, mert az Isaszegi Asszony Kórus története is benne van, az elmúlt 70 év története. Ja, még annyit akarnék mondani, hogy az ajándékokat akkor fogjuk odaadni, az Olgi segít benne, amikor befejeződik ez az ünnepség, viszont szeretném, hogyha régi jó szokásunkat megtartanánk, és mindazokért, akik nem lehetnek közöttünk, azokért elénekelnénk az esti dalt, amit mi Marcsó nénivel valahogy ki nem mondott szóval megmaradt ez az egyesség, hogy amikor meghal valaki, majdnem azt mondtam, hogy közülünk, de hát mondjam azt, az asszonykórus tagjai közül, akkor a temetésen is elénekeljük, és minden 5 éves évfordulón elénekeljük, meg a 10 évesen is. Tehát most itt az 50. évforduló, és nem felejtünk el egyetlen egy asszonykórus tagot sem, 75-en voltak, akik az elmúlt 50 évben részt vettek az Isaszegi asszonykórus munkájában, vagyis Isaszeg hírét, nevét öregbítették.